Így mutat a Tisza kenyér gyári holtága a Tisza löki Szabadvízi strandról nézve. Rengeteget változott a part körüli összkép az utóbbi években. A komplexumhoz manapság már tágas parkolók tartoznak, a folyamatosan bővülő kiszolgáló helyiségek pedig energiatakarékosan működnek. Mások mellett ezeket a fejlesztéseket is a terület és település fejlesztési operatív program turisztikai pályázata biztosította. Ugye ez még az előző fejlesztési ciklus fejlesztése, a nyíli mezőségen belül több mint 230 millió forintot tudtunk ilyen célú fejlesztésekre költeni, és egyrészt, ahogy ön is említette, a kenyegyári holtágon ott elsősorban a horgászokra koncentrálva egy kicsit mozgáskorlátozott horgászhelyek, szalonosütőhelyek, napelemes kandelláberek, kerékpátárolók, Nagyobb méretű távcső, amivel a környezetet lehet vizsgálni. Ezeket építettük ki, illetve mobil wc a horgászoknak és az arra sétálóknak. És a szabadvízű strandunkon pedig az üzemeltetővel együtt, hiszen nem csak mi fektettünk be pályázati forrásból, hanem maga az üzemeltető is saját erőből, elég komoly fejlesztéseket valósítottunk meg. Gömze Sándor hozzátette, 2006 és 2009 között mélyponton volt a tiszalöki turizmus, a látható fejlődés pedig tíz éve tapasztalható. A szabadvízi strandot üzemeltető cég elnöke arról beszélt, folyamatosan követik az újabb igényeket, ehhez mértem fejlesztik a kenyérgyári holták környezetét. 2013-ban, amikor ezt, ennek az üzemeltetését átvettük, akkor egy ilyen 5500 fő per éves látogatói létszámból beszélhetünk. Ugye itt nagyon fontos megjegyezni, hogy az évet azt néhány hónapban kell mérni, hiszen egy nyári szezonról beszélhetünk. Ma ott tartunk, hogy 14.500 és 17.500 fő között van, tehát több mint háromszoros a látogatói létszám annak, mint amivel mi ezt 2013-ban elkezdtük. Változtak-e az igények a vendégek részéről? Hogyan lehet ezt követni? Abszolút mértékben folyamatosan mérni kell a vendégek igényét. Tehát folyamatosan szondázni kell a vendégeket, akár személyesen, akár kérdőívek segítségével, akár különböző, mondjuk a social médiában közétett játékok alkalmával és tudjuk mérni az ő igényeiket, és mi minden fejlesztésünket, lehet ez topos fejlesztés, lehet saját fejlesztés, vagy vidékfejlesztési programos fejlesztés, minden fejlesztésünket ezekhez az igényekhez igazítjuk. Ilyen fejlesztésekre pedig egy jelenleg is futó pályázat is lehetőséget biztosít. Egy komoly beavatkozásnak köszönhetően javítják a holtág vízminőségét, újabb parkolókat alakítanak ki, napelemes kandellábereket telepítenek, és a játszóház is bővülni fog a strandon.